rendszeresen szembesülök azzal a kérdéssel, hogy rokonaim, ismerőseim, zsidó barátaim részéről, hogy hogyan engedhette meg Isten a holokausztot, az Auschwitzot, az auschwitzi borzalmakat, hogy az az Isten, amelyik 6 millió hozzátartozónak a pusztulását megengedte, vagy asszisztált hozzá, ez elfogadhatatlan a számomra, sőt, vannak olyan zsidó barátaim, akik azt mondják, hogy nincs Isten, mert haragszom rájuk. Mert ezt megengedte. Én személyesen is érintett vagyok ebben a kérdésben annak okáért, hogy a rokonaimnak egy része a holokausztban halt meg, pusztult el, pusztították el, és hát igyekeztem én is ennek a kérdésnek, hogy úgy mondjam, utána járni, részben a természetes szinten, részben pedig hát Istent is megkérdeztem, hogy hogyan lehetséges, hogy volt ez az egész dolog. Valóban egy súlyos és nehéz kérdés ez, és nem gondolom, hogy ebben a néhány perces videóblogban én valamiféle teljes magyarázatot vagy bármi egyebet tudnék produkálni. Elmondom, hogy én mire jutottam, aztán nyilván kiki a saját gondolataival ezt egészítse ki, vagy cáfolja meg. Amikor elmentünk Auschwitzba egy csoporttal, akkor én azt kértem Istentől, hogy szóljon hozzám. Magyarázz el, mondja el nekem ezt a dolgot. És Auschwitzban mutatott is a Szentlélek, én hiszem, hogy az Úr mutatott dolgokat ezzel kapcsolatosan. Nevezetesen azt, hogy Istennek volt két nagy meglátogatása az emberiség felé, nagy próbatétele, kihívása az emberiség felé. Először Isten a fiát küldte el, Jézust, a Krisztust, az Istennek a bárányát, és kiszolgáltatta őket az embereknek, és nagyon jól tudjuk, hogy amikor odaállította Pilátus a tömeg elé a Názáretit, akkor azt mondta, hogy íme az ember, ecce homo, és akkor megmutatkozott, hogy milyen az ember, ez egyik oldalról az Isten fia, aki az életét volt képes az emberért odaadni, és az Isten szeretetét ilyen nagyon gyakorlati és világos módon bemutatni, demonstrálni. A másik oldalról az ecce homo abban mutatkozott be, hogy az ártatlant, a szentet, aki csak jót tett velük, arra azt ordította a tömeg egy torokkal, egy akarattal, hogy feszítsd meg, mert az Isten fia az ember halálra ítélte. A másik ilyen, meg is történt ugye a kivégzés, de hál' Istennek a feltámadás is. A másik nagy meglátogatása az Istennek, amikor Isten nem a fiát, hanem a népét adta az emberiségnek a kezébe, ráadásul a legműveltebb, a legkifinomultabb nemzet, az akkori kor úgynevezett legkultúr nemzetebbjének, a németeknek a kezére adta Isten az Izraelt, a zsidóságot. És hát tudjuk, hogy mi történt, hogy ez a Mozart, Bach, Schubert, Schumann, Goethe, és sorolhatnánk rendkívüli elméket, talentumokat, művészeket, tudósokat produkáló nemzet, a német nemzet irracionális módon egy Adolf Hitler nevű őrültnek a hite és víziója alapján azt tűzte ki célul, hogy az Istennek a népét, az Istennek a választott nemzetét, a zsidóságot kipusztítsa, és ezt igen hatékonyan végre is hajtotta. Tehát amikor Isten kiszolgáltatta Izraelt a nemzeteknek, az embereknek, az emberiség nagyjából ugyanúgy bánt az Izraellel, mint az Istennek a fiával. Ezt megértettem, és úgy gondolom, hogy engem ez előrébb segített. Aztán volt egy másik eset, amikor ebben a kérdéskörben eléggé ki voltam akadva, ez régebben történt néhány éve, egy szeles, esős téli napon, akkor elmentem imádkozni a hegyre szokásom szerint a kutyával, és kiabáltam Istennek, hogy engedhetted meg,
hogy lehetséges, hogy ennyi embered, akiket te kiválasztottál, ennyi embert elpusztítottak, 6 millió embert a holokauszban. És nagyon ritkán fordul elő velem, és tudom, hogy ez nekem válasz, de annak, akinek esetleg hitet ad, másnak is válasz lehet, tehát neked is válasz lehet esetleg. Isten akkor nekem azt mondta, szinte hallhatóan hallottam az Úrnak a szavát, hogy ezek az emberek nincsenek elfelejtve, ezek az emberek nálam vannak. És szinte azonnal bevillant a Jelenések könyvének a 6. fejezete, ahol a pecséteknek a feltépése történik, és ott van az 5. pecsét, ami arról szól, hogy a vértanúk, akik az oltár alatt vannak, azok kiáltanak Istennek, hogy Isten, meddig nem állsz bosszút a mi vérünkért, a mi életünkért. És ezek a vértanúk, akik ott vannak, örülük, nem azt mondják, hogy a Jézus Krisztus bizonyság tétele miatt vannak ott, vannak olyanok is ott, hanem akik az Istennek a kiválasztása, az Istennek a beszéde és az Istennek a bizonyság tétele miatt lettek vértanúk. Nekem azt mutatta az Úr, hiszem, hogy az Úr mutatta, hogy ezek az emberek, akiket nem a saját bűneik, vagy gonoszságaik, vagy gaztetteik miatt pusztítottak el, hanem kizárólag azért, mert Isten kiválasztotta Ábrahámot, és ők az Ábrahám leszármazottai, és az Isten választott népéhez tartozó emberek, ezeket az embereket az Isten választása miatt pusztították el. Ezek az emberek mártírok, vértanúk, és ott vannak, én hiszem, a holokauszt minden áldozata, függetlenül a cselekedeteik, teljesítményük miatt, ott vannak a vértanúság okán Istennél. A harmadik, amit ezzel kapcsolatosan el szeretnék mondani, az az a történelmi paradoxon, hogy a holokauszt szó az azt jelenti, hogy egészen égő áldozat, ez egy görög kifejezés. És amikor megtörtént a holokauszt, amikor megtörtént az egészen égő áldozat, ez a 6 milliós gigantikus áldozat, akkor ennek a füstjéből, ennek az áldozatnak a füstjéből 1947-48-ban a fügefa újból kivirágzott, és az az izraeli állam, az Izrael állama, országa újból létrejött, ami azelőtt közel 2000 éven át csak egy álom volt, csak egy mindennapi ima volt az Izrael fiai számára, hogy állíts helyre Jeruzsálemet, hogy állíts helyre az országot, és Izrael mai napon is él és virágzik, és úgy gondolom, hogy ez a holokauszból nőtt ki. Nem gondolom, hogy minden kérdésre én választ tudok ebben adni, hogy ezt már mondtam is. Én nekem az a meggyőződésem, hogy az Istennek a jóságát, ez a holokauszt, ez a rettenetes áldozat, ez nem kérdőjelezi meg, mert ahogy a magasabbak az égnek az magasabb az ég a földnél, és úgy magasabbak az Istennek a gondolatai a mi gondolatainknál. Ezért én magam is számára is, meg neked is azt tudom mondani, hogy keressük az Istennek a válaszait ezekre a kérdésekre, és én hiszem, hogy ő, a Szentlélek, aki újjászült minket Krisztusban, ő elvezet bennünket ebben a dologban is minden igazságra.